Ilyen kisbabáknak tudnak segíteni a jótékonysági labdarúgó tornával, amit szombat reggel rendeznek meg Tatabányán. Az összegyűjtött pénzt ugyanis a Szent Borbála Kórház PIC részlege kapja. Itt olyan babákat ápolnak, akik vagy koraszülöttek, vagy valami probléma jelentkezett a születés után. A tornát a Rekit Benkizer cég egyik dolgozója szervezte. Én úgy gondoltam, hogy csináljunk a cégnek egy jótékonysági tornát, végül is egy kispályás labdarúgó tornát, és utána gondoltam, hogy be lehetne venni ezekbe különböző cégeket, csapatokat, hogy akkor támogassunk egy akármilyen osztályt, most egy gyerekosztályt, vagy bármelyiket a kórházba lévő. A jótékonysági labdarúgó tornán a helyi cégekből 12 csapat méri össze tudását. Itt a Jubileum Parkban a két műfüves pályán lesznek majd a meccsek. Volt, aki ajándékot adott, fölajánlott, tehát mindenhonnan tudtunk gyűjteni. Nevezési díjat nem írtak ki, így mindenki maga dönthette el, mennyi pénzzel támogatja a kórházat. Eddig közel 500 000 forint gyűlt össze, de a torna ideje alatt is várják a felajánlásokat, ugyanis a kisbabáknak és a kórháznak is nagy szüksége van a segítségre. Úgy tudjuk, a befolyt összegből új eszközöket vásárolnak majd, hogy minden babának biztosítani tudják a megfelelő körülményeket.